Mondhatnám azt is, hogy örömteli híre ébredtem, mert azt írja az újság, hogy Körtisz és Majka kibékültek, és az Ati bement egy rehabra, hogy letegye a rossz szokásait. Na most tudom, hogy sokan ilyen gúnyolódást, meg cinizmust várnak tőlem, de ezzel nem tudok szolgálni, én nagyon örülök neki, hogy kibékültek a srácok, mint ahogy azt az első vélemény videómban is mondtam, abszolút mértékben úgy érzem, hogy ők ketten összeillenek, mint a borsó meg a héja, zeneileg, meg a színpadon. Nagyon jól kiegészítik egymást. Nyilván volt köztük egy olyan fajta felosztás, így a produkcióban, de hát ez alapvetően így vagy a majka a vezérés, a pedig a jobb vagy a balkéz, vagy a jobb meg balkéz, mindegy. De hogy effektíve az érdemi munkát, mint szövegírás, azt uh, nagyjából ő csinálta, hogy mi vezetett ez az érzelmi szakadáshoz, azt én továbbra se tudom, mint hogy nem tudtam eddig se, de nyilván vannak ilyen feszültségek, de én nagyon örülök neki, hogy kibékülnek, és euh, nyilván sokakban fölmerül egy olyan dolog, hogy euh, ezt az egészet kitalálták. Hát ha kitalálták, jó, kitalálták, az az igazság. Kell valami, amivel újra és újra el lehet adni a produkciót, és ez egy nagyon jó megalkotott történet, ha megalkotott történet, mert igazából belekötni se lehet. Tehát ki tud belekötni egy bűnbánó fiúba, és ki tud belekötni egy megbocsátó apába, nem? Tehát ez egy szuper jó történet. Ha kitalált, ha nem kitalált, én nagyon örülök. Az Atikának nagyon sok sikert kívánok a rehabilitációjához. Ez egy kemény út lesz, és mindenféleképpen azt mondom, hogy ha valaki gyakorolja azt a törekvést, hogy bevallja a káros szenvedélyét, és az ügybe lépéseket tesz, hogy ezeket letegye, legyőzze, ez egy szuper jó dolog, és fantasztikus törekvés. Tehát Ati, légy erős, többet érsz tennél, írd a szövegeket, csináld a művészetedet, és csináld végig a rehabot, és ne es vissza, ezt kívánom neked. Ott van melletted a család, és támogat, és abszolút úgy érzem, hogy így sikeres lesz a rehabilitációd. És az az igazság, hogy ezt a produkciót a Magyarország szereti, és kívánják, hogy újra együtt legyen. Tehát a Majka nem lesz jó a Horváth Tamással együtt. Az embereknek Majka is körtisz kell. Szóval béküljetek ki, és maradjatok együtt. Én azt gondolom, hogy ez így tök jó. Írja valaki, hogy mi a siker, hogy egy kápszeres rehabra megy a bukás sikere maximum. Hmm, gyerekek, nyilván a betegségek kapcsán ezerszer el lehet esni, ez benne van, de törekvés díjazni kell. Tök jó, sikerüljön a rehab, fene se tudja, tehát nyilván vannak mindenkibe kérdések, bennem is vannak kérdések így ezzel a megnyilvánulással kapcsolatban hogy ö, most hirtelen ugye előjön az ember egy olyan dologgal, hogy hát igen, mégiscsak az van, amit a Majka mondott, furcsa ez nekem is, de miért vagyunk rossz indulatúak? Tehát, hogy miért kell egyébként ez úgy állni, hogy ö, ez mindenféleképpen valami genyóság? Ez ennyi. Béküljenek ki, aztán zenéljenek, mindenki örömére, aki szereti. Nekem nem esik az ízlésembe a produkciójuk, meg az a muzsika, amit csinálnak, de sokan szeretik, úgyhogy azok hallgassák örömmel, ennyi. A, hát figyeljetek, cuccot letenni, az csak úgy lehet, hogyha az ember magának elhatározza. Van, akinek ez kell rehab, van, akinek nem kell, van, aki gyengébb, van, aki erősebb, Igazából a döntésnek belül kell megszületnie, erről például nagyon jó példákkal szolgál a tegnapi Creed film, benne van. Úgyhogy tényleg vigyázni kell a kokainnal, annál is jobban a cukorral. Viszont, hogy egy kicsit a humoros vetületét is megpengesse, mert én azért, mert én azért azt szeretem, mert arra keltem föl, hogy a TV2-nek volt egy ilyen linkje a hírkeresőn, hogy Körtisz, kettős pont, Majkának mindenben igaza volt. <laughs> és hát azonnal elmentem egy ilyen filozófikus magasságba, illetve ilyen filozófikus elemzésbe, és hogy az, hogy a Majkának mindenben igaza volt, vagy mindenben igaza van, tehát az, tudjátok, mit jelent az, hogy Majkának mindenben igaza van? Tehát tudjátok, melyik lény az az univerzumban, akinek mindenben igaza van? Tehát most tulajdonképpen Körtisz, a Majkának eddig is volt egy pozíciója a magyar néptudatban, ehhez én még, tudja, ez még én alapoztam meg, hogy az ózdi hős, tehát hogy a nép gyermeke, és egy az emberek közül, ezért is ilyen népszerű, mert az ő siker története ugye az, hogy egy közülünk, egy a magyarok közül, ő, ő mi. Tulajdonképpen ezért imádják. És Viszont most ez egy szintet lépett, és a Majkának mindenben igaza volt, az most már nem egy a magyarok közül, hanem az a lényeg, hogy mindenben igaza az univerzumban egy lénynek van, és az nem más, mint az Isten. <laughs> Tehát kiderült, hogy Majka a magyarok istene. <laughs> és ez van. Tehát most ezzel a kijelentéssel majkát az isteni szintre emeltük, Majka a Magyarok Istene, és ezek szerint a Mészáros Lőrinc felesége, mikor azt mondta, hogy az ő férjének és a családnak a sikerében a jó Isten a Ludas, illetve az a jó Isten segítségével zajlott le, hogy ők ilyen sikereket értek el. Ez egy kurva nagy hazugság. Mert ha a Mészáros lőrincéknek a sikerébe a jó Isten lett volna közreműködő, akkor az Orbán Viktor lenne az Isten. De nem igaz, mert filozófiailag levezetve a Körtis is elismerte, hogy Majkának mindenben igaza van, tehát ha a Majkának mindenben igaza van, akkor Magyarországon és a világban, az univerzumban a Majka az Isten. És ez így van. Ez egy megkérdőjelezhetetlen tény. Sajnos. Ajka Isten. El kell fogadni. És ezelőtt meg kell hajolni. Tehát én is. Az Istennek csak igaza lehet. És csak az Isten ítélhet. Én azért azt hozzáteszem egyébként, az én véleményem az, hogy én nem gondolom, hogy a majkának mindenben igaza van. Két ember viszonyában mint mondjuk a Körtisz meg a Majka, vagy én meg akárki, tök mindegy, vagy több ember viszonyába nem lehet mindenben igaz az egyiknek. Én szerintem kár az Attilának ilyen kijelentéseket tenni, de ezt ő tudja, szerintem neki is megvan a maga igazsága, mint ahogy a Majkának is megvan a maga igazsága, mindenkinek megvan a maga igazsága. Az igazság ezen túlmutat, és az igazság az pedig itt a szívbe gyakoroljuk, és az pedig az, tehát az igazság a kettei kapcsolatában egy van, és az az, hogy amikor azt mondja a Körtisz, hogy igazad volt Peti, akkor azt írta nekem majd, hogy szeretlek testvérem. És hogyha ezt így őszintén gyakorolták, akkor ez egy nagyon szép bódiszat, vagy gyakorlat volt, vagy akár keresztény gyakorlat, és én tényleg sok sikert kívánok nekik a jövőben, mind a rehabhoz, mind a zenei dolgokhoz biztos, hogy menni fog minden, tehát házas lesz az aréna, úgyhogy ennyi, amit hozzá tudok fűzni, de egész egyszerűen <laughs> a viccnek benne kell lenni, mert anélkül meghalnék gyerekek, tehát humor nélkül az élet meghal, tehát jó pontja tudjátok, innentől kezdve Magyarországon egy ember van, akinek mindenbe van, és az nem más, mint a majka. Majka egyelő Isten, tehát ahogy mondják a lázadók, a tüntetők, hogy o egy g m egy i <laughs> m egy i Szép napot mindenkinek, továbbra is legyetek boldogok, egészségesek, beteljesült célokba és egészségekbe gazdagok. Csókolok mindenkit, majkát és körtiszt is. Sziasztok!